Az elmúlt 24 órában 27 személyt vizsgáltak meg koronavírus fertőzésre utaló tünetekkel a Szabadkai Közkórház COVID rendelőjében. Ide egyébként a Harambasics utca és a Kumicsics utcai COVID rendelőkből utalják a betegeket. A kórházban többek között egy szerológiai tesztet is elvégeznek. Mindazoktól a páciensektől, akiket a Szabadkai Közkórház COVID rendelőjébe utalnak, koronavírus fertőzés gyanújával törletet vesznek az orrukból és a garatjukból. Ezeket a mintákat később a Szabadkai Közegészségügyi Intézetbe küldik analízisre. A Szabadkai Közkórház igazgató helyettese elmondta, hogy a PCR-teszt egy megbízható eljárás, amellyel bizonyítható a vírus jelenléte a légutakban. A járványügyi szakember hangsúlyozta, hogy a tünetek észlelése után minél előbb orvoshoz kell fordulni. Kada se jave simptomi bolesti, naj, kako da kažem, validni uzorak će biti ukoliko se uzimanje brisa radi između 3. i 7. dana od momenta pojave simptoma, tada praktično dobijemo najveći procenat pozitivnih uzoraka. Ono što je bitno kod PCR-a i najčešće dileme vezane za PCR metodu, da li je ona validna ili ne, jeste zašto može da bude lažno negativan uzorak. Ukoliko se u gornjim respiratornim putevima nađu partikule virusa, ta metoda je kasnije potpuno automatizowana i nema greške. 115 személyt kezelnek jelenleg a Szabadkai Közkórház COVID részlegén. Közülük 9-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra. 3 páciens állapota súlyos. 5-en nem invazív lélegeztető segítségére szorulnak, míg egy páciens oxigénkezelést kap. Felmerül a kérdés, hogy elegendő lélegeztető gép áll-e rendelkezésre az északbácskai páciensek részére. Trenutno Subotička bolnica raspolaže ukupno sa 18 respiratora, od toga je jedan mobilni, znači pokretni respirator i 17, tako da kažem, stabilnih respiratora. Od toga 10 respiratora nam ima različite opcije, odnosno modove i za takozvani high flow, što je jako dobro u slučaju da pacijent ne zahteva mehaničku ventilaciju, već samo intenzivniju kiselničku potporu. Znači ti respiratori praktično imaju i taj mod koji može da podržava i takvu pomoć. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet akreditált laboratóriumában vizsgálják és analizálják az ideérkező mintákat. Az eredmények egy napon belül megérkeznek.